Kedves nézőink, folytassuk egy stúdió beszélgetéssel. Köszöntöm a stúdióban Sós Ferenc tűzoltó lezredest, aki az év ajkai tűzoltója címet nyerte el az idén. Gratulálunk ehhez a kitüntetéshez. Köszönöm szépen. Mindenek előtt. Lezredes úr, mióta van állományban? Mióta tűzoltó? Én 2000 májusa óta vagyok az ajkai hivatásos tűzoltóparancsnokság állományába, és azóta különböző beosztásokat láttam el. Legelején 3-4 évet a tűzoltóság híradó szolgáltán láttam el. Ugye itt jelzéseket vettem fel, riasztásokat adtam az egységeknek, valamint a rádióforgalmazást is én végeztem. Ezután vonulós tűzoltóként nagyságrendileg egy 8 évet vonultam. Ebben az időszakban több iskolát elvégeztem, szerkezelő lettem az ajkai létrán, létraszeren, valamint elkezdtem egy főiskolát, az Rényi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen végeztem 2010-ben. Ezután szolgáltparancsnokként láttam el szolgálatot 2 évig, és 2012. április 1-e óta a szervezeti átalakulás óta vagyok az ajkai katasztrófavédelmi kirendeltség tűzoltósági felügyelője. Tehát akkor alaposan körbejárta az egész szakmát, hivatás, minden területet megismert, úgy gondolom van rálátása. Így van. Mindenre. Jelen pillanatban ez mit takar, amit ön mondott, hogy felügyel? Jelen pillanatban ugye az ajkai katasztrófavédelmi kirendeltséghez 4 tűzoltóság tartozik, ezek közül 2 hivatásos, az ajkai és a badacsony-tomai hivatásos tűzoltóparancsnokság, valamint van 2 önkormányzati tűzoltóparancsnokság, ezek a tapolcai és a sümegi, és ezeknek a tűzoltóparancsnokságnak a felügyeletét, a szakmai felügyeletét végzem. Konkrétan mi a munka? Járja a körzeteket és ellenőrzi, hogy hol milyen állapotok? Így van, többnyire ellenőrzésekből, valamint oktatásokat is tartunk az állomány részére, beleértve a beavatkozó tűzoltóktól kezdve egészen a tűzoltás vezető képzésekig. A kitüntetés, amit ön kapott, Ajka város önkormányzatának a díja kitüntetése, azonban az átadás nem itt Ajkán történt, hanem hol, hogyan? Ez május 3-án történt Veszprémben, a Szent Flórián napi ünnepség keretében kaptam a várostól ezt a kitüntető címet. Lezredes úr, azt gondolom, hogy a tűzoltók munkája nem csak érdekes, hanem izgalmas is időnként. Sok-sok olyan apró részlet van, ami érdekelheti a nézőket. Menjünk bele egy kicsit például abba, hogy ön beszélt a riasztásról, ugye annak idején vette a riasztásokat. Itt önöknél hivatásos tűzoltóknál mennyi az a úgymond rendelkezésre álló idő, részidő, nem tudom minek hívják, amin belül el kell indulni. Tehát magyarán szóval bejön a riasztás. Attól kezdve mennyi ez? Igen, a riasztás beérkezésétől kezdve 2 percen belül a szernek el kell hagyni a tűzoltó laktanyát. Szóval a tűzoltóknak nagyságrendileg egy jó erős percük van, hogy bárhol tartózkodnak a laktanya területén, felöltözzenek és felszálljanak a gépjármű feskendőre. Hogy van a beosztás egyébként önöknél, a szolgálatváltás? A szolgálat az 24-48-ban járnak a tűzoltók. Ez annyit takar, hogy reggel 7-től másnap reggel 7-ig vannak a szolgálatba a tűzoltók, majd utána 48 óra szabad idejük van. Ugye 3 szolgálati csoport van, az A, B és a C szolgálati csoport, és ezek váltják egymást. A szabad idő mennyire szabad konkrétan? Tehát most gondolok itt arra, hogy előfordul valami extrém eset, akkor azért berendelik őket, hogy elérhetők kell, hogy legyenek? Így van, minden esetben elérhetőnek kell, hogy legyenek, hiszen a mai világban bármikor lehetnek extrém riasztások, gondolok heves esőzésekre, itt volt a vörösiszap katasztrófa. Ilyenkor mindenkinek, sőt azt mondom, hogy mindenkinek mindig elérhetőnek kell lenni, és akkor egy bizonyos időintervallumon belül be kell érkezni a laktanyába. Ez mennyi időintervallum? Ez 4 órán belül be kell érkezni. Tehát bárhol van is 4 órán belül? Így van, az ország területén bárhol van 4 órán belül. De hozzáteszem, hogy általában ez 1-2 órán belül mindenki beérkezik, ha
bármi, ha probléma van. Olyan probléma van. Igen, hogy említette a Vörösiszap katasztrófát, gondolom itt teljes volt a mozgós. Így van, mozgósítás, ugye mindenki bejött. Azért, amit az imént említett, ez a 2 perc, 1 perc, azért ez nagyon szűknek tűnik számomra. Gondolom nagyon-nagyon sok gyakorlással jár, nem? Hogy ezt, így van. Hát ugye jogszabály is előírja számunkra, hogy milyen időintervallumonként kell a próbariasztásokat végezni. A tűzoltók heti rendszerességgel próbariasztásokon vesznek részt, ahol begyakorolják, illetve jobban mondani nem is kell már gyakorolni, hanem készségszinten tartják ezeket a riasztási mozdulatokat, hogy miket kell elvégezni, minél előbb a szerre tudjanak menni. Igen, rendkívül olajzottan kell, hogy működjön ez az egész gép, ezért gondolom mindenkinek pontosan másodpercen megvan a helye beosztása. Így van, minden reggel a szolgálatváltásnál ugye a tűzoltók felsorakoznak, a szolgálatparancsnok ismerteti az aznapi beosztást, és akkor ők abban a 24 órákban abban a beosztásban szerepelnek. Aladás úr, beszéljünk kicsit az ajkai tűzoltóságról, arról a helyzetről, hogy milyen személyileg, felszereltségileg, technikailag, hogy ítéli meg az ajkai helyzetet? Úgy értékelem, hogy az ajkai hivatásos tűzoltóparancsnokság szerállománya jó, a felszerelések is jók. Mennyire korszerű egyébként? Tehát mondjuk viszonyítva a külföldi országokhoz például, gondolom van rálátásuk azért, hogy... Így van, hát külföldi országokhoz viszonyítva, ha nyugatra megyünk, ugye a nyugati országokban, Ausztria, Németországban azért sokkal fejlettebbek és újabbak a felszerelések, illetve a fecskendők. Viszont országos szinten én úgy gondolom, hogy az ajkai tűzoltóparancsnokság igenis jó helyet foglal el ezen a szinten. Személyi állománnyal hogy állnak? Mennyire van feltöltve az ajkai tűzoltóság? Az ajkai tűzoltóparancsnokság teljes mértékben fel van töltve, és szolgálati csoportonként 20 fő látja el a szolgálatot. Ebből a 20 főből minden szolgálati csoportban 13 fő van, aki az aznapi szolgálatot ellátja. Ahogy így elhallgattam önt is, elképzeltem az önök tevékenységét, azért azt gondolom, hogy itt nem csak munkatársak, hanem esetenként barátok is lehetnek, szövődhetnek itt baráti szálak. Ha egy kicsit erről lehetne beszélni, egy kicsit személyes vonatkozásban, mennyire szoros önök között az együttműködés, barátilag mondjuk hétköznapokban? Erre azt mondhatom, hogy igenis szoros a kapcsolatunk, mint a vezetői állomány, mint pedig a beosztott állománnyal. Igen, vannak jószerűvel azt mondom, hogy a szolgálati csoportokon belül alakulnak ki inkább a szorosabb barátságok, hiszen ők 24 órán keresztül együtt vannak. Majdnem mondhatni, hogy többet vannak együtt a szolgálati csoportokon belül, mint szinte majdnem a családdal. És igenis kialakulnak szoros barátságok, és ezek mindenképpen előremutató példák lehetnek. Igen, pont erre gondoltam, amit ön is említett, hogy ezt a munkát ilyen összehangoltan csak akkor lehet végezni, hogyha nem csak szolgálati viszony van az emberek között, hanem annál több is. Így van, így van. Arzeles úr, esetleg ha valaki kedvet kapna és tűzoltó szeretne lenni, akkor milyen feltételekkel, hol kell jelentkeznie, mit kell végeznie? A mostani rendszerben a Veszprém megyei katasztrófavédelmi igazgatóságon kell jelentkezni. A jelentkezése után többszöri orvosi vizsgálaton kell túlesnie az illetőnek, és ha ezeken megfelelt eredményt kapnak, vagy érnek el, akkor ezután pszichológiai vizsgálatok következnek, és ha ez is sikeresen abszolválják, utána egy 9 hónapos tanfolyamon kell részt venni az illetőnek, ami többnyire Budapesten van, bentlakásos, és utána 9 hónap után állhat szolgálatba. Feltételezem, hogy vannak fizikai elvárások is, tehát nem csak egészségügyi és pszichikai. Így van, így van. A tűzoltóknak is minden évben fizikai felmérést kell igen, végrehajtaniuk, és ennek érdekében ugye szinte mondhatom azt, hogy napi sporttevékenységeket végeznek, akár a laktanyán belül, akár a
város egyéb sportlétesítményeiben. Hát már az végül is egy kemény fizikai munka. Így van. Akárhogy is veszük. Aradás úr, gratulálunk még egyszer a kitüntetéséhez, és további jó munkát kívánom mindannyiuknak. Köszönjük szépen. Én köszönöm szépen.